tetszik igazán szépen, hogy virágzik a som, itt az egész hegyoldal teljesen sárga tőle. Mint hogyha egy ilyen sárga mennyezet volna itt az erdő talaj fölött, nagyon szép. Az első nagy kanyarhoz érünk itt, a Szarvasbércen. Itt fordul vissza az út szinte teljesen 180 fokot majd mindjárt. És egy igazán vadregényes, ilyen zegzugos katlanba vezet. A Szarvaslyukhoz, így hívják. És hogyha nem volna egy benőve az oldal, akkor innen már viszonylag szép kilátás volna Dunakanyar felé. Így még így a lombkorona nélkül is szerintem takarva lesz azért. Hát úgy szemmel azért nagyjából látszik, és hát mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy nézem, győződjön meg róla a saját szemével. Igen. Ott szemben azok a Dunakanyar hegyei, a Börzsöny utolsó nyúlványai. És akkor itt fordulunk vissza az úton. És alattunk a szédítő mélység. Mondjuk azt úgy el lehet képzelni, hogy innen az ösvényről szép csendben lopakodva a völgyben bármilyen állatot ki lehetett lőni könnyű szerrel, hogyha a turisták nem ordítoztak így, ahogy most mi. És továbbra is egyik oldal a szédítő sziklafal, ugye itt a Szarvasbért azért így besziklásodott, másik oldal pedig a hihetetlen szakadék. És akkor itt lesz egy ilyen sziklakapuszerűség, közben pedig igen nagy forgalom van itt az úton, jönnek-mennek. Hát nem hiába kiáltották ki ezt az ösvényt ilyen népszerűnek, egészen szép ez a sziklaképződmény. Hamarosan a következő nagy visszafordítóhoz érünk. Közben itt volt egy kanyar, csak ott annyian voltak, mint reggel a metrón. De igazából onnan nagyon szép volt a kilátás. Itt közben az oldalban egy csomó kankarin virít. Itt sárgálnak. És akkor itt a visszafordító. Pontosabban annyira azért nem éles a kanyar, de valamennyire talán az innen is van kilátás. Ott szemben talán a Duna is megcsillanott a Dunakanyarban. És a szemközti sziklás oldalon fog majd vezetni az út tovább. Itt pedig ezen a sziklás oldalon megyünk, itt is nagyon szép sziklakibúvások vannak. Ebből is látszik, hogy ez ilyen konglomerát, ha minden igaz, de semmiképpen sem mészkő, tehát ebből is tudhatjuk, hogy ez nem a Pilis, hanem a Visegrádi hegység. Ez teljesen más eredetű, vulkanikus eredetű hegység. És ez jól látszik itt a vadálló kövekhez kicsit hasonlító sziklákon is. Ott szemben, arról a kopár sziklás oldalról, remélem, hogy látszik, majd mindjárt közelből biztosan jól fog, onnan majd kitűnő kilátást lesz a Dunakanyarra. És itt azért az alattunk levő szurdok az most már egyre mélyebb és egyre meredekebb a fala. Tehát majdnem, hogy ilyen rámszakadék jellegű lett az egész. Meglehetősen vadregényes a kilátás. Leszámítva azt a nylonzacskót, persze. Igazán nem tudom, hogy
hogy lett valaki ilyen igénytelen, hogy ide felhozza a szemetet, csak hogy eldobhassa. Na mindegy. És a szurdok alján valamiféle vízfolyás is, mint hogyha lenne. Ez valószínűleg időszakos víz lehet. És hát nem túl bővízű, mert semmilyen csörgedezést nem hallok itt. És hát ezen a vízmosáson, illetve szurdokon fog majd átkelni az út. Ott valahol ott a távolban ott van az eredete, és akkor ott váltunk át a szemközti oldalra. Ott látszik is az útnak a vonalvezetése, az a keskeny sáv, az lesz az út. Innen látszik jó, hogy mennyire erodált ez a szemközti oldal. Alig van némi talaj a sziklák fölött, a fák is ilyen törpe, bonszáj jellegűek. Majd közelebbről jobban megmutatom. Hamarosan elérjük azt a pontot, ahol a vízmosást keresztezni fogja az út. Ugye látszik, hogy innen jövünk. És ott a szemközti oldalon folytatódik tovább majd az ösvény. Ez pedig az a pont, hamarosan, ahol a vízmosás itt most megy fölfelé tovább a hegycsúcs felé, és itt kell rajta átkelni. Most így a környezet úgy néz ki, mintha valami hihetetlen magas hegyen lennénk, de igazából az út az nagyjából olyan 250 és 300 méter magasság között kanyarog itt végig a szintvonalon. Csak hát ilyen nagyon-nagyon látványos képződmények között, és ezek a kicsi dombocskák, ezek igazából hegynek tűnnek ebből a perspektívából. És ez már az a sziklás oldal, amit az előbb mutattam. És itt egyre több lesz az ilyen sziklaképződményes kibúvás. Illetve, mivel kopaszabb ez az oldal, sokkal szebb kilátás ígérkezik. Nos igen. Talán ez az útnak az egyik leglátványosabb szakasza. És hát ott szemben az valószínűleg a Börzsöny lesz, magas Börzsöny, egész messze. És akkor itt van ez az a rész, amit, hogyha valaki ide jön, az mindenképpen lefényképez, ez a sziklába vésett lépcső, hogy még a mozgáskorlátozott vadászok is nyugodtan tudjanak itt közlekedni. És hát itt ilyen, szintén ilyen a vadállókövekhez hasonló formációk vannak mindenfele, közben itt a szédítő mélység alattunk, azt mutatom. Ezeknek a köveknek nincs neve, vagy én nem tudok róla legalábbis, ezt az egyet kivéve, ennek a sziklatoronynak a fantáziadús neve az, hogy sziklatorony. Íme, mint egy olyan 4 méter magas lehet. És még a jelzése sincs elcsúfítva. És akkor itt térünk át a hihetetlenül vadregényes részre. Nagyon szép ilyen sziklafal mellett megy az út. Ilyen igazi alpesi, hogy megint sziklafal ugye, és szakadék. És itt vannak ezek az ilyen törpe méretűre zsugorodott fák, amik igazából azért ilyenek, mert nem kapnak elég tápanyagot ebből a borzasztóan kevés
talajból. Na, és újra forgalmi dugó lesz itt az úton. Amíg itt a társaság további része elvonul, pedig mutatom a körpanorámát. Az ott a Dunakanyar, a Duna is látszik egy picit. Ez itt szemben rögtön az Ágashegy. Ott bent pedig az valószínűleg a prédikálószék tömbje lesz. És akkor nem tudom, hogy ezek eldöntötték, hogy jönnek-e vagy mennek. Talán itt fel lehet menni egy még jobb kilátást nyújtó pontra is. Most ez valószínűleg ki fog maradni, nem mászunk hegyet. Visszatekintés az előbbi oldalra. Onnan mutattam a kilátást. Ami továbbra is itt van, csak most hát takarják a virágzó sombokrok. És hát látszik, hogy a fák is igazából csak a sombokrok méretét tudják elérni. Ettől függetlenül ez nagyon szép, így ahogy kinéz. Madarak is fölélettek, énekelnek itt. Igazán pihentető volna ez a túra, hogyha úton útféle nem ütköznék bele turistákba. De hát végül is nem lehetek ilyen önző. Most, hogy megnyitották ez a túraút mindenkié, és kapacitálok is mindenkit arra, hogy tényleg csinálják végig ezt a nagyon szép és látványos kirándulást. Innen látszom igazából jól a Duna szalagja, csak hát útban vannak a fák, így szemmel jól látszik. Lehet, ide beszúrunk egy fényképet. Mert talán így valami azért földereng. Kicsit arrébb jöttem, és itt talán erről a pontról egészen jó kilátás van a Dunára, és itt a Mátyás hegyre, hogyha jól emlékszem a nevére, ugye az van a Dunakanyarban. Hát ennyi. Még talán lesz még egy pont, ahonnan jobban fog látszani az egész. Tehát igazából, hogyha valaki a Dunakanyar látványára kíváncsi, akkor a prédikálószékre kell fölmásszon, nem pedig ide. De majd azt is megmutatjuk egyszer. Na most az út visszatért az erdőbe, és újra erdőnek néz ki az erdő, rendes magassággal. A Dunakanyar hát éppen, hogy átderengő látványa, az továbbra is itt kísér minket. De egy kicsit most ilyen ingerszegényebb lett megint az ösvény. De ennek ellenére nagyon szép és pihentető. Igazából, amikor nagyon kevés a turista, akkor ennek a részek ilyen igazán sejtelmes hangulatot tud lenni. Úgyhogy érdemes ezt a túrát mondjuk ilyen ködös novemberben vagy decemberben is végigjárni. Megéri. Vagy egy ilyen vad vízmosás azért továbbra is bebe csatlakozik. Ebben még víz is volt az előbb. De amúgy továbbra is az erdőben vezet az út. Ugye látszott, hogy ott a kis kanyart leírta itt. És megyünk tovább. Hamarosan a pihenőhöz érünk. Ami egy kicsi, turistaház-szerű kunyhó. Közben az erdő az átváltott ilyen gyönyörű bükk szál erdőbe. Hát van benne azért más is, van benne tölgy, meg kőr is. Sőt, gyertyán is. Gyurcsány szerencsére nincs. Na mindegy, szóval itt a Jenő kunyhó, ami a pihenőnknek lesz a helye, valószínűleg. Illetve lehet, hogy most
Itt kimászunk az a kis paphegy, annak a csúcsára, állítólag onnan kitűnő panoráma van, valószínűleg a Dunakanyarra. Meglátjuk most, hogy a szavazás kérdése, hogy a Jenő kunyhó vagy sem. A kunyhót egyébként állítólag Horthy építette, a féle nem tudom milyen menedékház ez, vagy vadász, ilyen esőbe álló. Van benne ágy, asztal, tévé nincs, és nincs bezárva, be lehet menni. Igazából, ha nagyon-nagyon rossz az idő, akkor egy jó hely, ahol be lehet húzódni. Télen esetleg meg lehet melegedni, ha valaki begyújt. Szóval hangulatos kis hely. Majd mindjárt megmutatom belülről is. És itt persze van mellett a tűzrakóhely, van szemetes, még van egy budi is, ha jól látom. Szóval szépen kiépített hely. És a kunyhó is meglehetősen jó állapotban van. Itt van tűzifa is hozzá, mondjuk. Hát nem tudom. Elég menő karate is kell legyen, aki ezt kályha méretűre szabdalja. És itt az ifjúságmámbán be is rontotta a ilyen nő kunyhóba.